A beruházás eredményeként évente több mint 2 millió köbméter szennyvízzel kevesebb kerül a talajba. Az összegyűjtött szennyvizek korszerűsített vagy teljesen újonnan épült telepekre érkeznek, ahol a legmodernebb, automatizált technológiával tisztítják meg a szennyvizet, mondta el Szabó Istvánné, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója. Ezek a beruházások a Európai Unió támogatásával és a magyar kormány támogatásával valósultak meg, a megvalósítók pedig az önkormányzatok voltak, ők pályázhattak. Szennyvízberuházásokról beszélhetünk, a 26 települést érintett, és ebből 16 olyan van, ahol eddig még nem is volt csatorna, hanem most épült ki. Ez rendkívül fontos és jelentős a környezetvédelem szempontjából, hiszen a szennyvizet nem szabad elszikasztani, mert az előbb-utóbb eléri a ivóvíz réteget, és akkor elszennyeződhetne az ivóvízünk, amit nyilván nem szeretnénk. Összértéket már említettem, 35 milliárd forint 8 projektben valósult ez meg, és 24 ezer bekötési lehetőség van. Hát nyilván ahhoz idő kell, még ezt mind igénybe is veszik a felhasználók. A megyét érintő fejlesztések egy része áthúzódott az úgynevezett KEHOB-ba, a 2020-ig tartó Európai Uniós fejlesztési időszakra. Jelenleg Tiszadada, Kálósemjén, Balkány és Gávavencselő, valamint a kimaradt nyíregyházi területek szennyvízkorszerűsítését és bővítését érintő beruházások előkészületei zajlanak. Országosan is nagyon komolyan érintették, a legtöbb szennyvízberuházás a mi megyénkben zajlott. Azon belül a legnagyobb a nyíregyházi volt, amit most fejeztünk be, ez egy 13,7 milliárdos beruházás, ami a város infrastruktúrális fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírt. Hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza, de minden jó, ha vége jó. Azt mondhatom, egy sikeres projektet zártunk le. Nagyon összetett volt, hiszen szennyvíztisztítótelep, komposztálótelep, 109 új átemelő, 190 kilométer új vezeték, régiek felújítása, tehát ez egy összetett beruházás volt, sikeresen lezártuk, azt mondhatom pénzügyileg is, hiszen több mint 1,3 milliárd forintot még a saját erő csökkentéshez önerő alapból is nyert a város. A megyeszékhely szennyvízlefedettsége 96-97%-os. A kimaradt utcák a 2008-ban kezdődő projekt indulását követően épültek, így azok szennyvízfejlesztése nem kerülhetett a beruházásba. A csatornázási munkák ezekben az utcákban a jövő évtől kezdődhetnek el, tette hozzá a polgármester.